A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország. ...2020-ban ez a 9 hónap, ez eléggé gyorsan telt el, így visszagondolva, ugye én mindig a mának éltem, és nem nagyon tudtuk, hogy mi fog történni a következő napokban vagy hetekben, és nagyon-nagyon élveztem azt, hogy itthon lehettem a nyáron, és itthon vitorlázhattam, itthon elindulhattam versenyeken, és aztán persze annak is örültem, hogy júliusban végre egy nemzetközi edzőtáborba ki tudtam utazni a Gardatóhoz, és azóta igazából már folytatom a normális programot, itt van az edzőm is már Európában, és szerintem most már egy visszatértünk arra a sírra, ami az olimpiához vezet. Az edzőm Sara. Új-Zélandból ő augusztusban tudott elszabadulni, és akkor kezdtünk el együtt edzeni a dán csapattal, ugye ők hárman vannak, és ott van az olimpiai bronzérmes, úgyhogy ő egy nagyon erős edzőpartner, és akkor hozzájuk kapcsolódott be a német lány, meg a svéd lány. Jól kijövök Sarával, és szerencsére ugye vannak, persze minden emberben vannak olyan dolgok, amit valakinek nem tetszik, és nekem is vannak olyan dolgok, amivel valamit ő csinál, és nem értek egyet, de szerencsére el tudom különíteni a két dolgot, mert tudom, hogy jó edző, és tudom, hogy bízhatok benne a vizen, és hallgatnom kell rá, és ugye az meg, hogy valami nem tetszik, amit csinál, azt meg elfogadom, meg eltűröm. Úgyhogy szerencsére. Remélem, hogy ez így is marad. Nagyobb lendületben vagyok, mint az előző években, mert kellett nekem ez a kis pihenő, meg ez a kis otthonlét. Nagyon-nagyon jól esett, és szerintem sok más vitorlázónak is. Ugye az idősebb korosztálya szerintem nem annyira örül, hogy eltolták egy évvel az olimpiát, de nekem ez mindenképpen fekszik. Most lesz az Európa-bajnokságunk, ez szerintem, ugye most lesz az, hogy újra együtt lesz az egész mezőny. Még mindig vannak néhányan a top 10-ből, akik nem fognak tudni elutazni, például az amerikaiak, de ez mindenképpen ez egy olyan verseny lesz, ahol megnézzük, hogy tényleg hol tartunk, kinek hogyan sikerült ez az elmúlt 9 hónap, és ugye most Kielben elindultunk az első nagy nemzetközi versenyen a koronavírus kitörése óta, és az jól sikerült. Az edzéseken is úgy érzem, hogy jó a sebességem, jól érzem magam a hajóban, de meglátjuk, hogy ez milyen eredményt hoz az Európa-bajnokságon. A tervünk azután az, hogy itt Európában az még nem biztos, hogy hol lesz egy bázisunk, és ott ezzel a csapattal, akivel az elmúlt hónapokban edzettem, velük fogunk készülni, és azt tervezzük, hogy minden hónapban lesz egy ilyen kis edzőversenyünk. Mindenképpen úgy érzem, hogy sokkal érettebben gondolkozom a pályán, és azon gondolkoztam mostanában, hogy Rióban azt gondoltam, hogy hát most már itt vagyok, 18 évesen, már tudok a 10. hely körül vitorlázni minden versenyen, hát most már mi lesz az, hogy még az 1-3-ba feljöjjek, hát ez biztos meg lesz 4 év alatt. aztán most látom, hogy abban mennyi munka van 10-ről feljönni a 3. helyre, vagy az 1-3-ba, és tényleg nagyon-nagyon sok munka van benne, és nagyon sok kitartás kell hozzá nap, mint nap, nem csak a versenyeken. A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország.